Március közepén járunk, remek idő van, én pedig a mai napot itt, Füzesgyarmat mellett, a Szilver horgásztó partján töltöttem. Azt, hogy hogyan sikerült a mai napom, ebből a videóból megtudhatjátok. Megérkezett az első hal. És ahogy látom, egy szép tőponty személyében a vordáskosara szerelékre jött az etetésre, amit még a nap elején kialakítottam. Egy 5 percet dobhattam be, ugyanis a Procon Wafters-t lecseréltem egy Concours Twisterre, méghozzá a fokhagyma mandula ízesítésűre. Íme, számomra ő 2023 első hala. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megfogni. Vissza is engedem. Meg kell mondjam az őszintét. A mai horgászat során mindenre számítottam, csak erre nem. És az erre alatt azt értem, hogy sikerült egy olyan halat fognom az Eperkrilles Concours Twisterrel, amit szerintem még kijelentetem, hogy senki másnak nem. Ez pedig nem más, mint egy fantasztikus csuka. Ilyet! Gyönyörű, felvágta a swingert, és egy teljesen jó kapása volt, aztán fogalmam sem volt, hogy mit akasztottam. Nagyon nagy szerencsém volt az akadással, szája szélébe akadt a pici hatos horog. De nem tudok mit mondani, csodálatos, ha természetesen őt is visszaengedem. Hát egy nagyon-nagyon parádés dupla kapáson vagyok túl, aminek az eredménye kettő nagyon-nagyon szép tőpont. Ő lenne az egyik,
gyönyörű, hibátlan tépony. Itt pedig a társa. Gyönyörűek mind a ketten. Az egyik az Sweet Cornos Procon Wafters-re érkezett, míg a másik az Eper Tintahalas új konkurz Wafters-re. A mai horgászatra szánt időm letelt, egy fantasztikus napon vagyok túl, ugyanis 4 pontyot és egy meglepetés tyúkát sikerült fognom. Emellett volt még egy pár kárász, illetve egy pár rontott kapásom, de ennek ellenére én nagyon-nagyon jól éreztem magam, csodás időm volt, és a Silver horgásztóban ma sem kellett csalódnom. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!